Hát fejben ez körülbelül egy olyan... Ezer, 200 körül? Olyasmi lehet. Olyasmi. Közben kamerán van, nem mondták, de kamerán kívül elmondták, hogy ez hogyan alakulhat egy lángososnak a napja. Hát ez elsősorban függ az időjárástól, meg a közönségtől, meg gondolom attól is, hogy szabad nap van, vagy munkanap. De hogyha most itt vagyunk kedden, egy hétköznap, és hűvös az idő, de legalább nem esik. És 5 óra környéke van. 5 óra környéke van, egy olyan 100-at adtak el ma, szóval ebből úgy ki lehet számolni. Kajásnak azt mindig a vásárosok, ahányszor beszéltem, ők mindig azt mondják, hogy kajásnak sokkal jobban megér egy vásárba kijönni, mert nekik jobban kijön a lépés, mint egy egyszerű kézművesnek. És most ne felejtsük, ez csak azoknak, annak a költsége, hogy kibéreljünk egy házikót. Tehát, hogy még az anyagköltség, az, hogy még a munkatársakat, amiket kell fizetni, még egy csomó, hogy az energia, meg a hasonlók, azok egyáltalán nincs benne, csak a házikónak a bérlése. Igazi kínai cucc. Kinek vásárolnál egy ilyet karácsonyra? Hát köszi szépen, szóval... Hát egy... Na. Tehát meg is van címezve már, nem is kell megcímezzed. Nem, van rajta címke, hogyha... Nincs rajta címke. És hát az ezért, ára az mennyi? Ezért elég biztos vagyok benne, hogy ez nem egy... Erre bár románul írja rajta, szóval lehet, hogy hazai termék, de hogy ez nem kézműves termék, az is biztos. Mert mondjuk a vásárnál sem írja, hogy ez egy kézműves vásár, ez csak azt írja, hogy egy vásár. És menjünk tovább. Van itt kürtes kalács, és 12 lej. És jó, abba, és leteszteltem, és ez finom volt. Abból nem kell 1200 darab ahhoz, hogy kifizessenek egy ilyen házikot, mert... De szerintem ez saját ház is, tehát ez más elbírálás alatt van valószínűleg, mint egy valószínű, olyan. Valószínű, igen. És hát kevésbé hideg is, mert hogy főznek. Fűt, igen. Na, jön tovább. Alapjában te hogy gondolod, ez a karácsonyi vásár jobb, mint az eddigiek, vagy nem? Ó, alapjában hát kínálatában nem biztos, bár vannak nagyon pozitív jelek. Az első nap, amikor végigmentem, akkor sokkal jobban el voltam keseredve, mert még nem volt látszott, hogy az első nap még nincsenek, nem találták ki az ember, az árusok, hogy amit kínálnak, azt hogy rendezzék el. Rottas van. És ezek a dönő? Igen, de a szőttes arrottas az dönő. Tetszik látni, mindenem szőttes arrottas, asztalt terítőtok, arrottas, arrottas. És mit vesznek az emberek meg magától? Tehát, hogy mit keresnek? Mert így látom, hogy van ez a hagyományos szőttes, van egy ilyen kevésbé hagyományos asztali dísz, és van ezek a... Muszáj tegyünk ilyet is, mert karácsony jön. Tetszik érteni? Én értem. Azért kell, mert karácsony jön. De a szőttesekkel és arrottasokkal az a főpászal. És ön tudna ilyet csinálni? Tehát, hogy ilyen típusú karácsony mondjuk... Hát tudnék, de nem épp ilyen. Máshoz van. És az ilyen díszeket megveszik, vagy ez? Azt igen. Hogy legyen karácsony is benne, persze. És ezt jobban vásárolják adott esetben, ami nem annyira hagyományos, mint a hagyományos termékeket? Hát igen, az apróságot a karácsony, így jobban vásárolják, kisebb pénz. Kisebb pénz, és karácsonyra az kell. Tetszik, tudni jobban. Na, mert kisebb pénz, kicsi pénz, mindenkinek azt kell, hogy kicsi pénzt adjon ki. Na, mert most ilyen ez a világ, nincs pénz. Sajnos nincs. Sajnos. És ilyent sikerült ennek már eladni? Ilyen, hát egy darabot. Egy darabot? Az egész vásáron? Hát a máma egyet. Egyet? Igen. Szóval nagyon sok a kajás, sokkal... Tehát nem csak a hivatalos standoknál, tehát hogy ott túlfelől van, oda majd később megyünk, ott vannak a hivatalos kajások, itt igazából ezt a házikokat is van, és nagyon sok olyan árul, akik nem kézműves terméket, hanem valamilyen kaját árul, mert valószínűleg azért, mert mondtam, ebből lehet annyit eladni, hogy az egészet fel lehessen tartani. Palacsinta az most már alap. Igen, többen azt csinálják, hogy nem is egyedül bérelnek, ugye túlfelől bérelnék ki a házat, ugye túlfelől is láttuk, hanem többen párban, és akkor itt is pont olyan van, hogy vannak zenélő dobozok,
kézműves csuhé termékek és porcelán. És? Szóval, na. Szembennek találnak megoldásokat arra, hogy olcsóbban jöjjön, csak így persze nincs akkora felületük, hogy kínálják a terméket. Én gondolom, hogy egy ilyet vásárolok neked karácsonyra, és kötelezővé teszem a szerkesztőség, vagy hordjad. Igen, Romániában a karácsonyi vásár az mindig egy kicsit össze... Picit összefolyik. A hónap elején. Még itt van egy hiányérzetem, mert még nem látom a zászlókat. Eddig régebben volt minden házikónak a szélén egy-egy zászló, és nem, az a baj, hogy nem látom, hogy itt hova lehet tenni. Nem lehet. Hát igen, határozott. Ebből a szempontból jobb, hogy nem december 1-én nyitották meg. Ez hét lenni nem veszem. Nekem különben a porcelán a gyengém, de ez a, ezek nem szépen. Ezeket csak szeretem. Ez a pipacs már egész jól néz ki, tehát. Jó, ez itt nagyon azért le van, flettesítve van, de szépek. Mm. Tehát, hogy például ezek a fa. Fa. Igen, azok a... Ez nem. Hát érdekes. Ilyesmit a Lidl-ben is lehet kapni. Azt hiszem 10 lej, 8 lej. Nem éri meg. Valószínűleg ez, hogy ez ennyire drága. Ez azzal is magyarázható, hogy... Azzal is van az, hogy ezért ilyen sok gicset lehet lapni, meg ilyen sok kínai gicset lehet kapni, mert valami olyan olcsón beszerezhető dolgot és karácsony dolgot is akarnak árulni, amivel tudják fedezni. De ez nem egy nagy gondolat, de ez van. Ezek a te igazi kedvenceid. Ezek a kedvenceid, igen. Nekem nagyon tetszik ez a... Ez a ez a Batman-es. Igen, ez egészen bár egy kicsit furán a Batman, olyan suta. Hát, nem, de hogy karácsony, a karácsony az emberben mindig ehhez hasonlít. De vannak ilyen, van ilyen cicás, és a farka nagyon cuki, de ez már amúgy jó. Meg a pingvin, meg ezek is karácsonyi kicsek igazából. De jó minőségű a hangot. Hát csak hogy jó van egy hangot. De azért mondjuk... Ennyi belefér még. Tehát a karácsony ez nagyon gicses ünnep, és akkor ez belefér. Levendula. Igen, ez... De ez például ezt a csomagban, amikor van rajta egy karácsony, egy levendula, tehát gömbre van festve, meg van egy csomagos idegészen. Ezt már egy karácsonyi ajándéknak, igen. Karácsonyi ajándéknak eladható napon. Igen. Standja. A standja. Ami az egy karácsonyi, mert simán megkapható ugyanaz azok a hozzávalók, a alma, az a kalács. Ezt nem tudom. Mit? Semmi, menjünk tovább, hogy ne. De igen, tehát hogy ez úgy jó. Bár a bácsi nem egy tipikus eladó alkat, mert hogyha így kérdezik meg, hogy segíthetek? Akkor inkább megijedek, mint hogy megvárunk is vagyok, de... Nincs kolbászapad, lásson, de... Ha nincs kolbászapad, lásson, nem is innen akar elcsak, és itt a kolbász, van... Most már van egy hónapot, hogy megvegyék ezek. És inkább arra megy, mert minden fáktunk. Menjünk arra. Már sok újat ez a vásár, mert nem tudom mondani. Hát, hogy menjünk tovább, és itt. És most megnézzük a produkciós részét. A karácsonyfát, ezt a valamit, ami egy ilyen sátornak, fénysátornak lehetne inkább mondani, és a kajás részleget, az igazi kajás részleget, ami arra van feltartva, hogy lehessen jókot zabálni. És ennyi? Ennyi. Másról nem beszélünk ma? Még mit szeretnél? A korcsolyapályát nem említjük meg. De a korcsolyapályáról is külön meg. Jó, az lesz az utolsó, az a legjobb, és szerintem az érdekli az embereket legjobban, úgyhogy azért nézzék végig a videót, hogy halljanak a korcsolyapályáról. Jó. Véleményt. Itt van mögöttem a város karácsonyfája, amiben így napközben nem túl látványos, mert nem sok energiát fektettek abba, hogy látványos legyen nappal is. Ez a másik emberi dolgom az, hogy ilyen ajándékokat raktak le mindenfele. Ezek nyilvánvalóan üresek, de ez ilyen fa doboz, de nagyon dekoratívak, és ilyenek vannak ott is. Na, Endre veszed, mert ordító! Halljuk!